Sziasztok! Köszöntünk minden a hallgatónkat a Sporttal Foglalkozó műsorunkban. Ma egy kis érdekességgel készültünk nektek, ugyanis mind a hárman hoztunk több ö, olyan sportágat, ami talán nem annyira ismert, talán nem annyira népszerű, és ezeket szeretnénk bemutatni, itt kezd csinálni, ö, akár nézni, akár ö, gyakorolni, ö, elkezdjék minél többen. Itt van velem Marci, Halli és Norbi. Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! És akkor így önző módon el is kezdeném egyébként azzal, amit én hoztam. Én ma a snookerrel készültem, amiről jó esetben már hallottatok. ráadásul biliárdozni mindannyian. Jó voltunk már egy átbulizott éjszakákon, barátokkal, kis kötetlen dolog. Na hát a snooker az ennél azért egy kicsit több. A snooker, bár ugyanúgy golyókkal és biliárdasztal, asztal, tehát ránézésre hasonló. Ugye színesek a, színesek a golyók, tehát... Arra rájöhet az ember, hogy mások a szabályai, viszont a magas szintű snooker az egy, az egy elképesztően összetett dolog, és, és szerintem gyönyörű, hogyha, hogyha valaki meg tudja szeretni. Én én személyesen is egyébként kötődök hozzá, én, én amikor kicsi voltam, apukámmal sokat néztük így reggelente, amikor még tudtam korán kelni az eurósportot, és, és az mindenféle sportákat közvetített már akkor is, és ott ment a snooker én nagyon sokáig, ugye nyilván voltam 8 éves, tehát nem nagyon értettem sokáig ennek a lényegét, de, de szerintem sokat számított, hogy apával kezdtük ezt nézni, mert, mert ő azért hamar felfogta, meg, meg ő azért tudja, tudja, tudja szeretni a, a sportoknak a szépségeit, a technikai finomságokat. És snooker az kicsit olyasmi, mint a, mint a sakk, tehát legalább egy ilyen hat lépéssel előre kell gondolkodni, előre járni és, és az, hogy ezt, ezt ilyen finom technikai tehát tudással ki is kell vitelezni utána, az, az egy olyan, szerintem egy olyan kombináció, ami, 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 egészen gyönyörű, és mint mondtam, kiskorom óta néztük, és most egyébként, most került megrendezésre a hétvégén a, a hatodik magyar snooker gála, amelyre mindig mindig érkeznek világsztárok, bemutatót tartanak, el, ennek kisebb, kis lazább rész, ilyen triksatok, és utána, utána a frémezés megy. Illetve most is, most is, meghívták a magyar tehetséget, mindig csak 16 éves búcsút, aki, aki világszinten is elismert, és, és ő tudott játszani, és egyébként elmúlt években többször meg is, meg is verte ezeket a, ezeket a világszintű játékosokat. Úgyhogy, úgyhogy jártunk ott kint apámmal, és, és most nem más, mint Ronnie O'Sullivan látogatott ide, aki, aki, A főnök. Így van, aki a világ legjobbja gyakorlatilag, tehát a, 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 a snooker messzi Ronádója egy emberben, mert, mert tényleg ő az összes rekordot ő tartja, és még mindig aktív. Úgyhogy, úgyhogy kifejezetten hálás vagyok, hogy láthattuk őt. Mert, mert a snooker egy nagyon komoly, hogyha, hogyha valaki már esetleg oda kapcsolt, mikor, mikor az a tévében egyet, ugye ilyen, ilyen ünneplőben vannak, úgymond, meg, meg mellénybe, ingbe, és, és úgy, úgy, hajolnak rá az asztalra. nem játszós szedbe vannak, az biztos. Így van, így van, tehát az, azért ez egy komoly hangvitelő, tehát ott csönd van, ugye a kikapcsolva nyilván, és akkor egy ilyen, ilyen finom tapsolás, hogyha valaki valaki nagyon-nagyon-nagyon összetett lökést tudott véghez vinni, és pont ezért Roni egyébként, akinek van egy ilyen játékos stílusa, és egy ilyen, tehát ő, ő, egy ilyen frissességet hoz a snookerbe, hogy, hogy úgy zseni, hogy, hogy, hogy ugye, mellé kicsi, kicsit őrült, ami, ami egy, nagyon, egy nagyon jó kombináció minden, minden, területen mindig. úgyhogy nagyon szerethető, és, és, mellé egy, egy hatalmas játékos. úgyhogy egyébként én, én a, a, snookert szerintem nem mindenki, nyilván nem mindenkinek tetszene, meg, meg bele kell a, tenni az energiát, szerintem, hogy, hogy így megszerethesse, megszerethessék az emberek, de szerintem, ha eljutsz odáig, és, és így érted a szabályokat, amik egyébként nem, nem bonyolultak, tehát most így nagyon röviden én is fel tudnám vázolni, mert a snookernek annyi a lényege, hogy, hogy van sok piros golyó, vannak a színesek, felállítva különböző pozíciókba, és a menete annyi, hogy minden piros golyó után egy színes le kell lökni, és így mész folyamatosan, amíg el nem fogynak a pirosok, mert a színeseket mindig visszarakják, és utána van egy sorrendje, hogy milyen, uh, milyen, mm, de, igen, milyen sorrendbe kell lerakni a, a színeseket, és uh, a pirosok egy pontot élnek, és a színesek pedig kettőt a hétig. És e, gyakorlatilag ennyi tényleg a, a szabály, nyilván vannak ilyen, ilyen extrém, extrém esetek, meg hogy mi van, hogyha leütöd a rossz golyót, hogy mennyi büntetés jár, meg ilyenek, de maga a játék szabályzata egyszerű, viszont tényleg, a, amit már említettem, ez a technikai szint, amit el kell érni, hogy ezt, ezt a sportot itt komolyan üzhessük, ez szerintem egészen, egészen elképesztő, úgyhogy, úgyhogy egyébként nektek is, mert nem tudom, hogy hogy, hogy álltak hozzá, nektek is tudom ajánlani, meg a hallgatóknak is ugyanúgy. Te egyébként játszottad már a snookert, tehát így élesbe. Nyilván, a billiárdot említetted, hogy az eléggé mainstream, meg az a jobb kocsmában megtalálható, de én még egyébként snooker asztalra, vagy snooker golyókkal nem találkoztam, szóval, hogy te ezt élőben is próbáltad-e már, vagy van-e bármilyen személyes tapasztalatod a sportra, azon kívül, hogy nézed? Igen, uh, ny nyilván, ahogy említed, a snooker azért az nem felelhető az összes kocsmában, de uh, megint csak édesapám egyik szülőnapjában, Korított eszembe, hogy elmehetnénk játszani, és utána néztem. És egyébként már Budapesten is van több opció, ahol ami specifikusan egy ilyen snookeres hely, és akkor ott vannak több asztal, és az egész környezet is ez a, ugyanezt a nyugat kimért stílus tudja adni, és, és ugyanúgy foglal az asztalt, mint, mint, mint akár a milliárdra és, és lehet játszani. És ugye a, a snooker asztal, azért különböző a biliártól, vagy lehet így? Egy, egyik játékot játszani a másikon és így a kettő. Hát különbözik egyébként a snooker asztal nagyobb, uh, sokkal. Uh, most a pontos paramétereket így nem fogom tudni megmondani, sokkal nagyobb, uh, de azon kívül ugyanaz. Tehát még um, a biliárd is olyan, hogy uh, szerintem megint csak különböző kocsmákban valószínűleg különböző méretű asztalok találhatóak, és biztos, hogy a biliárdnak is van egy hivatalos uh, paramétere, de épességgel játszható rajta, a, annyiba más, hogy a, a snookernél nem csak egy háromszöget raksz fel a golyókba, hanem, mint említettem, a színeseknek van egy, van egy elhelyezése, és ahhoz, ahhoz kellenek fölrajzott tengelyek, hogy azt, azt rendesen, rendesen meg lehessen csinálni. Szóval talán ennyi kritériuma van, de egyébként játszható. Említetted a technikai részét a dolognak, ezt biliárddal összehasonlítani, de hát az ütéseknek, vagy a, a, az ütőnek, a rúdnak a hossza, vagy van bármi technikai különbség, egy profi biliárdjátékos, vagy egy profi snooker játékos, azon kívül a stratégiai részét elvetve. Na igen, Tehát itt maga itt a technikában van-e valamilyen van szignifikáns különbség? Na itt, visz, itt, viszont, itt viszont már tényleg nem különbözik a kettő, mert még a szabályokban, meg, meg a stratégia, mint említetted, az egész más, de amit, amit uh, így a golyókkal lehet csinálni, hogy vissza, vissza visszahúzni, megcsavarni, az pontosan ugyanez, uh, egy, ugyanez kell a snookerhez is. Uh, úgyhogy egyébként ebben, ebben már nem különbözik. De egyébként, ha már itt, itt kitárgyaltuk a snookert, szerintem, uh, szerintem nem csak erre kíváncsiak a ha hallgatók, úgyhogy uh, meghallgatnánk, mit hoztatok Norbi, akkor kezdte. Én is egy ilyen személyes vonalat erősítenék ezzel. Én a techbolt hoztam, nem tudom, tudjátok -e a hallgatók, vagy tudjátok-e ti, de ez is egy magyar találmány egyébként. Ha jól tudom, akkor Gattyán Györgynek a vagy a társaságának, tehát az ő befolyása volt itt nagy, és ez ilyen egész friss sport, tehát szerintem 5-6 éves, és nekem egy nagyon kedves barátom, gyerekkori barátom, nagy techball Játékos ö, országos második helyzet is volt. Ö, én mint a játékot, prób ugye nagyon, ugye ez az osztali tenisznek, meg a labdarúgásnak a, az elemeit öt ez a sportág, aki nem tudja, ez biztos találkozhatok már ezzel, ez a hajlított pingpong asztal szerűség, és hát, akkor. Ami minden most már egyébként igen eléggé mainstream, hát ö, maga én voltam kint egyszer egy ilyen eseményen, pont a barátomnak a, a, a mérkőzés, ami ezen a kis bajnokságon, és nagyon-nagyon látványos volt, és nagyon tetszett. Nyilván uh, nagy zsugások nyomják, akik hasonló, mint azt mondom, futcál, hogy, uh, a szerintem hogy nincs meg a kellő állóképességük, akkor, de viszont a technikai tudás az az toppos, mert az ott van, meg uh, labdakezelés ügyesek, azok biztos jó játékosok. Uh, fú, hát én próbáltam, srácok, ami ez egy vicces sztori, nem tudom, így a személyes töltet, még Covid volt, és már nagyon unatkoztunk otthon és a barátaimmal, mondom, akkor menjünk ki okosba a játszótérre, a focizunk egyet. És akkor le volt zárva a pálya, mondom, akkor mit tudunk itt csinálni, ott volt egy techból És akkor nagyba bénáztunk, nyomtuk a köröket, és jöttek a rendőrök. Mag, Ur urai magunk mit próbálkozunk, mit csinálnak? Hát csak techbólozunk, biztos úr. És mondták, hogy nagyon van, jó van, akkor szellet engedni srácok, szépen hazamenni mindenki 5 méteres távolságba. Szóval így a techbólt az ehhez nem az, hogy rossz emlék, csak ez ilyen viccesebb töltete volt de nagyon bonyolult sport, szóval szerintem kettő oda-vissza paszt nem tudtunk megcsinálni, megint nagyon nagy bénázások, meg röhögések voltak, de szerintem óriási fun. Mondom azt, hogy szerintem ezt így barátokkal lehet csinálni, azt hisz, hogy hogyha valaki profi szeretné ezt csinálni, akkor ugye nyilván futballista múlt az nem árt, feltételezem, meg labdaügyesség, vagy labdakezelés, ahogy amit tettem, de, de tetszik, hogy ebbe látszik, hogy egy sportág, ami érdekfeszítő, és van anyagi háttér is mögötte, az tényleg ilyen világ világmeghodító túrára képes, például ugye Ronaldinho is nagy nagy követelnek a sportágnak, meg egyéb azt hiszem a Pujol is, őt is láttam még Magyarországon, szóval ö, kíváncsi vagyok, hogy az a sportágnak mi, mi, mi lehet a jövője egyébként, vagy hogy ho, hova tud még fejlődni, milyen platformokat tud még elérni, de szerintem nagyon szuper és nagyon fán sport. Nem tudom, ti próbáltatok-e már? É, én próbáltam, é, igazából többször is. Uh, tehát mondtam így, a, a strandok, most már egyre több helyen van. Igazából szerintem ebben is különbözik az előző sporttal. A, a snooker az egy sokkal könnyebben elérhető sport. Uh, úgyhogy próbáltam én is, igen. Én amúgy uh, futszároztam négy évet. És uh, szerintem, tehát hihetetlenül béna voltam. <laughs> és a, a barátaim, akikkel próbáltuk, ők is futcároztak, és ők is brutálisan bénák voltak. És szerintem uh, nem csak így a, így a focis múlt kell hozzá, hanem ez kicsit olyan, mint a freestylezás például. De a legtöbb freestyle nem nagyon tud focizni, legalábbis nem olyan jól. Um, de ja, nekem um, kellemes élményeim voltak, viszont nem tudtam játszani egyáltalán. Szerintem ez pont, pont ezért kifejezetten érdekes, mert, mert itt említettük ugye az alapvető foci, meg a futszál és, a, és az a tekból, hogy még mind, mind, a három ugyanabból az egy alapsportból indul ki, teljesen más ilyen más háttér kell hozzá, mert a, a az, az, ugye, ugye kicsi, kicsi pálya ugye a, a beltéren, és akkor itt ez a, a, föld, a a földön van a labda, ugye, és ott, ott azok az ilyen apró apró húzogatások, talpal, meg, meg ezek, ami, amiket az, az megkíván. Ugye, ugye a rendes fociban sokkal nagyobb területet kell át, nagyobb ívelések, nagy löv, átlövések, ott azért emelkedik, és, és, a, és ugye a techból az, az ahogy Norbi, is utalt rá, nekem is ezek a tapasztalataim vannak vele, hogy, hogy, a, hogy ezek, ezek, a figurák, akik futni sose szerettek, de, de a, a természetes ilyen tehetségük mindig megvolt, azok tudtak ott, ott nagyon, nagyon kiemelkedően, szerepelni. pont azért egyébként akartam kérdezni, említetted ezt, a, ezt az ismerősödet, aki, aki ebben a sportban ő nagyon magas szinteken van, ő, 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 neki hogy néz ki a háttere? Hát igen, a, amire tippel szerintem a szokásos pálya utat járta be. Ő a Fadiba volt sokáig játékos, meg Soroksáron azt hiszem, aztán elment futszálozni, aztán annyira az be végül neki, és akkor ő pont akkor váltott szerintem sportágot, hogy akkor picit belefáradt az egész labdarúgásba, futcálba, úgyhogy kezdett uh, akkor kezdettetek bólozni. Ő egyébként nem hiszem, hogy rossz álló képessége volt, csak szerintem nem volt affinitás egyébként hozzá, de szerintem, hogy nem akarok általánosítani, vagy fals, uh, miszkoncepciókat előhozni, de, de szerintem a techbó játékosoknak a 90%-a az a hasonló ívet írhatta le. Szóval egykoron mindenki szerintem 100%-i futballhoz volt valamilyen köze, vagy futcához, és aztán ment. Tehát nem hiszem, hogy volt, aki fölkelt és mondta, hogy én most techbó játékos leszek, azért is, mert ez egy friss sport, de hogy szerintem, ahogy Ákos is meg gondolhatta, gondolom arra gondoltál egy erre persze, a kérdésre, igen. Hogy, hogy igen, igen, ugye a kik kikopók, vagy akik kik kikoptak a sportágokból, azok tudnak itt érvényt szerezni. Ja, ez egy kifejezetten érdekes, mert, mert biztos, kell, hogy legyen, még akkor is a free sport kell, hogy legyen valaki, vagy, kell, hogy legyenek olyan játékosok, akik akik úgymond úgymond így így ezzel kezdték, és, és nem tudom elképzelni, mert én is én is fociztam sokat, és, és találkoztam ezekkel a figurákkal, akik akiket itt említettünk, hogy, hogy rajtuk kívül más, hogy eljutni ehhez a sporthez, pedig biztos van ilyen, meg, meg ugye magas szinten tart már ez a, ez a, játék is, tehát hogy kell, kell hogy legyenek techból játékosok, de, de érdekes lenne egy, egy ilyennel találkozni szerintem. Ez egy jó kutatási alap lehet egyébként szerintem. Így van, így van. Ez tehát nem csak, kíváncsi. nem csak sportokat mutatunk be, hanem szakdolgozati Nem rá... kell megköszönni srácok, témákat, segítünk ahol tudunk. Úgyhogy a sotésok vagy a ezzel foglalkozó srácok, itt, itt egy itt amit focist szlenge, ez, ez, be lehet lőni, srácok, ezt meg lehet kutatni. De szerintem egyébként pár év múlva már én el tudom képzelni egyébként. Tehát, hogy látták a, Chris, a, bocsánat, a Ronaldinho, a Puyo-t, látták, hogy mekkora pénz van ebben, mert azért karriert is már lehet. Sokan ugye azért, azért sporton, nem csak a passzióból, nem csak a játék öröméből, ugye karriert építeni, és hol tudsz könnyebben betörni a másfél milliárd futbolista között, vagy a 150 millió futcájáték között, nem, hát akkor elmésztek bólozni. Szóval szerintem hogy egy pár évet várunk, akkor ez egy abszolút releváns életpálya lehet egyébként. Ezzel én is egyetértek egyébként, és, és meglátjuk, hogy a Marci által hozott sportákba is ilyen üzleti lehetőségek vannak el. Most, most halljuk, nem mivel Um, én a, én a Shock uh, hoztam, nem tudom, hogy hallottatok-e már róla <laughs> <laughs> Nem, de alig várom. <laughs> Avass minket, kérlek! Igazából, uh, amilyen érdekes ez a név, annál könnyebb a koncepciója. Tehát teljesen egyértelmű. Uh, ez egy ilyen hibrid sport, és van benne shock és box egymás után. Ez egy 11 fordulós játék, egy meccs 11 fordulóban áll, és ez 4 perc shock és két perc boxolás, váltakozása folyamatosan. Tehát igazából, hogyha nem vagy elég okos, akkor legyél elég erős, vagy fordítva. Um, igazából ezt nem tudom, hogy szoktatok-e nézni uh, Twitch-et, vagy Youtube-ot, így a streaming részét, mert uh, én, én személy szerint nem viszont hozzám is elért. Uh, Nemrég rendeztek egy viszonylag nagy sok box tornát uh, egy Ludwig nevezetű streamer, Uh, úgyhogy én onnan tudtam meg igazából, hogy létezik ez a sport, és um, mondtam, nem szoktam nézni így semmiféle streamet, viszont az megvett egy kicsit, mert rohadt érdekes volt őszintén, hogy hogyan kombinálják ezt a kettőt. Um, úgyhogy igazából én tökre szeretek sakkozni, meg az utóbbi időben sokat sakkoztam, úgyhogy lehet, hogy most már be kell vezetni nekem is, hogy egy meccs után felünk és ütünk párat. Szerintem teljesen ilyen színes rész. Nem tudom, hogy kipróbálnátok ezt a sportot? Igen, ez hogy néz ki? Tehát ugyanúgy, mint egy normál sakk mérkőzésen, vagy sakk viadalban, hogy van egy óra, és akkor lépegetnek, és akkor leütik, és akkor négy perc után akkor felállnak, és akkor átmennek egy ringbe, vagy ott az asztal mellett csinálják, tehát ez hogy kell elképzelni? <laughs> ez, ez az egész úgy néz ki, hogy uh, van egy ring, és a közepén van egy asztal, amin van egy izé, sok, uh, hát tábla, és ott csakoznak öregek, is uh, egy idő után, hát négy perc után uh, jön egy uh, jön egy ilyen kis csengő, és jelzi, hogy jó, akkor kiviszik a izé, és akkor kiviszik a táblát, és ütnek. <laughs> Na, a másik, nekem is egyébként rögtön egy, rögt egy ilyen technikai kérdése van, hogy uh, hogy az oké, okay, hogy a ringben van a tábla, és kiviszik, de hogy másik fontos, hogy akkor ők kesztyűben sakkoznak, vajon box kesztyűben, vagy ilyen, ilyen mma négy, négy, unciás kesztyű dolog, amivel az új használják, vagy... Nem, csak simán felveszik utána a kesztyűt a körök után, úgyhogy... De jobban néznek is szerintem, nehezebb lenne, hogyha kesztyűben kéne még sakkozni, és <laughs> jobban szeretnél. Hát egyébként belegondolsz, vesztésre, rosszak a lépések, előtted van az ember, azért nagy előny lehet, hogy a, a ringbe azért meg a agya bugyálod egy picit. Igen, ja, meg ahogy így kijönnek az emberekből az indulatok, hogy Úrva Isten, mit léptél és ütöd egyből. Ezt a futó kapod? <gül> <gül> most még ez. Igen, ez szerintem egy, egy akár egy, egy, ilyen, pont most a, ugye a Creed pont most megy a mozikba, szerintem ez ne egy... Ne nézze meg senki srácok. <laughs> azt, azt meghagyjuk a, a... A, filmes kollégáknak. filmes kollégáknak, igen, de most... Pont ezzel kapcsolatban szerintem ez egy kiváló alapanyag lehet ez a sport, hogy milyen drámákat lehetne belesülni, hogy ott a, a, nem tudom, a megölted az anyámat, meg, a, meg a, szer, a nővet, és, és anyom két sakk meccs között. Te leütötted a király nőmet, én meg téged foglak. Tényleg is, mi van akkor az, az legend, hogy tehát hogy, hogy lehet itt veszíteni, szóval a, a sakk részére emelik ki, hogy ugye mattod kap valaki, vagy hogyha nem tudom, kiütsz valakit, akkor az is járható úsz. Ja, mindkettő, tehát lehet kiütéssel nyerni, lehet mattal nyerni, sőt úgy is lehet, hogyha az időt kifutsakban. Úgyhogy így igazából háromféleképpen is lehet veszteni. Ja, tehát akkor a, igen, ez a, ez a, ó, azt hiszem, hogy ez a blitznek hívják a sakban, amikor, amikor úgy, úgy játszanak, hogy van egy adott mennyiségű idejük, és hogy nyilván gondolkodhatnak, de hogy akkor veszítenek az időből, és akkor a végén a pozíció számít meg gondoltam, hogy, ez, hogy, a, ugye a, sak, a sak az el tud húzódni, és hogy, hogy ez, ez valószínűleg kicsit megölni a ritmust, hogyha egy, egy menet box után leülnének, és, és egy, egy lépés történik, hanem az egyik fél végig gondolkodja négy percet. Kapja eget a fejére, szédül még. <síns> <síns> és, és ha már te néz, egyébként nekem kifejezetten felkezdett az érdeklődésem, te ugye már nézted, néztél ilyet, és volt, voltak ilyen hatalmas kiütések, vagy mik, mik, voltak a, mik, voltak az ilyen kiemelkedő pontjai ennek a tornának, amit láttál? Kiütés sajnos nem láttam. Olyat nyertem, hogy a végén, olyat láttam, hogy a végén pontozással nyert az egyik. Viszont láttam egy mattot. Úgyhogy sajnos nem tudtam olyan sokat nézni belőle, mert nem volt elég időm hozzá, Uh, viszont iszonyatosan izgalmasnak nézett ki, és valószínűleg rohadt vicces az, hogyha valakit kiütnek két sok meccs között, úgyhogy fogok többet nézni biztosan. És egyébként milyen formák voltak ott? Tehát, hogy inkább mi a jó taktika, hogy jó vagy sakba, és valahogy kihúzod a box meccset, vagy lehet, hogy nem is vagy tök jó sakkos, de arra játszol, hogy akkor most két perced van, és akkor kiütöd a fickót. Szóval mi milyenek voltak a fazonokat, vagy streamenek játszották ezt is, ugye, vagy a vagy Youtubosok, vagy Twitchesek, vagy vannak-e már sakbokszolók, és egyesületek, vagy az, hogy tudjuk ezt elképzelni? Uh, amúgy amit néztem, azon kifejezetten így uh, streamerek per youtuberek voltak, mondjuk egyiket sem ismertem. Viszont vannak most már uh, uh, tényleges profi sakboksz tornák, úgyhogy vannak tényleges sakbokszolók. Szerintem, hogyha egy kicsit izmosabb vagy egy sakjátékoshoz képest, vagy egy okosabb vagy egy boxolóhoz képest. Okosabb képes. vagy egy boxolóhoz képest pontosan, akkor megéri ezt a pályát választani. Olyan egy kicsit, mint a tagban. Szóval, hogy hogyha van ilyen indítatásod, akkor mindenféleképpen érdemes elkezdeni. Nem mondtam, most már egyre népszerűbb lesz ez a sport. De úgy belegondoltak, ez is. Tehát látunk ilyen folyamatokat, nem mintákat, hogy sportokat kombózunk, és az alapsportákból kikopó embereknek egyébként az egy lehetőség szerintem is. Ezen el tudunk gondolkozni, hogy ez, ez egy jó úte vagy ez megint csak egy kis kapuzás, vagy megint csak egy játék a szabályokkal, vagy az a könnyebbi úsz. de ez, szerintem ez abszolút a sportoknak a jövője egyébként, ha belegondolunk, hogy hi hibrid sportok, kombózzuk, játszunk a szabályokkal, de én egyébként mellette vagyok az ötlet mellett, hogy mindenki másban lehet tehetségesebb. Most egy boxó jól tud sakkozni, hát hagy, hagy használja ki, hát megvan meg a lehetőség, akkor szerintem ez, ez egy járható út, abszolút. Én, 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 abszolút egyébként ezeket én, én támogatom, meg én a, a, amikor erről, ilyenekről vitázunk bárkivel, én mindig ezt a nagyon, nagyon biznisz szempontot a, a, tudom mondani, hogy, hogy ha van kereslet kínálat, ugye, tehát hogy, hogy igen, ez, most humorizáltunk ezzel, hogy a, a, azok a focisták, akik futni nem szeretnek, meg azok a, azok a sok akik annyira nem okosak, de esetleg ki vannak gyúrva, hogy így ezeknek így jönnek ezek az utak, de szerintem nagyon szórakoztatók, és én mondom, én biztos, hogy meg fogom ezt most nézni majd. Tehát én, 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 én örülök minden, minden ilyennek, meg, meg tényleg már az élsport sport gyakorlatilag minden sportákban olyan szinten tart, hogyha nem kezdted el ahogy, ahogy járni tudsz, meg ahogy nem tudom, levegőt tudsz venni, akkor gyakorlatilag esélyed sincs bekerülni, és szerintem sport ez így, az egy, az egy szép dolog, és ha meg is lehet élni belőle, az nyilván még szabb. Szóval szerintem, szerintem ezek jó, jók, hogy ilyen utak nyílnak új, új, emberek és új közegek előtt. Én szerintem szerintem ezt, ez, ez egy jó irány, és, és a, a nézni mindenképp ajánljuk egyébként ezeket. Én szerintem mi hárman is tanultunk ma valamit egymástól. De, de, akár, akár kipróbálni, tehát egy egy, 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 egy menetet menni, vagy így, vagy így akkor, vagy így akkor, uh, kicsit, eh, szerintem elkezdhetünk, ha talán a snookerezés kicsit egy lassabb folyamat, de... Azt mivel tudnál elképzelni? A snookert, vagy a biliárdot, tehát, mint ezeket az asztali sportokat, mivel lehetne most? Oké, okay, a box az megint csak lehetséges, de most valami kreatívabban gondolkozunk, Ú, hogy érdekes. mivel tudnánk kombinálni vajon? Hú, mert ez a hibrid, tehát ez a, ez a, menetes lebontás egyébként az is működhetne, mert a snooker is egyébként olyan, hogy, hogy ugye ilyen pozíciók vannak, tehát a, ugye annyiba más, hogy nem, nem feltétlen felváltva jönnek a, a felek, mert, mert, ott... Hibázásig e, meg, Igen, nem? hibázásig meg így van, tehát hogy főleg ugye a magas szintű snookerben nagyon sokszor előfordul, hogy, hogy egyet hibázol, és utána a másod, másik fél letakarítja az asztalt de, de ilyen pozíciókat szerintem ott is lehetne, hogy, hogy ö, sőt, amiként most belegom, nyilván most a box elvitt a, a, gondolatmenetemet, de, de pont ez kiküszöbölve, hogy ne legy, mert szerintem ez is lehet egy ilyen kritikája az új nézőknek, hogy, hogy így, hát most a másik ember szó se jut, hogy, a, hogy akkor van egy ilyen, egy ilyen boxmenet közben, vagy, vagy egy MMA menet, vagy valami, és akkor, és akkor az a fél jön utána a aki, aki győztesen jött ki abból a körből, és, és akkor így, így vissza lehetne szerezni a, a, a pozíciót a és, és akkor talán nem annyi, lenne annyira egy, egy oldalú. Én arra gondoltam, ezt, ezt is lehet egyébként focival is, hogy labdát rugunk és akkor hogy a labdát be kell újpasszat, hogy beguruljon a másik színes labda. Akár. Igen, egyébként létezik a, a, a fu, hát, futgolf is létezik, meg ennek is van neve, Én láttam már ilyen biliárdos focit, meg, meg, meg azok ezek megint csak ilyen, ilyen csinálóként. Szerintem már itt Magyarországon is voltak ilyen, ilyen rendezvények, ilyen családi napok, meg ilyen, amikor mindenféle játékokat kivisznek, és a gyerekekhez. és is láttam már egyébként ezt a biliárdos focit. Szóval, szóval egyébként az is, össze, az is egy létező dolog már, meg, meg, egyébként azt is lehetne fejleszteni simán is. A magányoknak nekik akkor víz alatt kéne csinálni, vagy, vagy a hegyekbe. Ja, igen, igen. Szerintem a lehetőséget a tárháza az itt végtelen De egyébként. Elképesztően humoros lenne szerintem, hogy, hogy, hogy ugye itt a mellémbe, inkbe snookereznek, aztán, aztán felállnak, és van, rajtuk egy, egy ilyen rikító rózsaszín focicipő, ebben utána átállnak, és mennek, mennek rúgni a labdát a golyó a lyukba. Tehát, hogy így... Vicces lenne abszolút. Na hát szerintem akkor ezzel véget is ér a mai adásunk. Mindenkinek további szép napot kívánunk. Sziasztok! Köszönjük a figyelmet, sziasztok. sziasztok.